pontosan akkor szakadt ránk az eső, de így, hogy neki megadom magam, és akkor és ott álltunk, és ilyen nincs, ilyen nem létezik. Első kazetta, amit vettem, azt hiszem, hogy ötödikes koromban, az a Korn Untouchables volt, mert a paprobi barátomnak a bátyja, a Ricsi, ő nagy Korn fan volt, és idősebb volt nálam 8 évvel, úgyhogy kicsit szűrődtek le hozzánk az ő zene hallgatási szokásai. Úgyhogy hatalmas metal fan volt, nu metal fan voltam már ötödikes koromban. Persze ezt kevertem némi Avril Lavigne-nel és talán még egy kis Pokémonnal is. Sokat gondolkodtam, hogy melyik lemezt válasszam, és direkt magyar lemezt szerettem volna mondani, mert hát ugye a magyar zenei szcéna is van olyan gazdag, hogy ki tudjon termelni ikonikus lemezeket, és arra jutottam, hogy az a lemez, ami a legnagyobb hatással volt rám, arra, hogy én ebbe az irányba kezdtem zenét hallgatni, az a Queen Bee kilégzés volt. 15 éves voltam, amikor megjelent a lemez. Az éppen egy fontos választópont az ember életében. És hát gyakorlatilag ez volt az a lemez, ami miatt elkezdtem alternatívnak mondott magyar zenét hallgatni. Úgyhogy az életkorom is nagyon klappolt ehhez, hogy ennyire meg tudja ragadni. Annyi agyam már kezdett éppen lenni, hogy valamennyit felfogjak a mondani valójából, meg már érezzem azt, hogy ez azért ebben azon egy teljesítmény van ebben a lemezben. Úgyhogy meglehetősen nagy fangörcsöm volt, amikor felkértek vendégénekesnek a Plusz Minusz projektbe, pontosabban Tibi Visszavárónak. Az egyik legdurvább koncertélményem is tini koromban ez a lemezhez kötődik. A 2009-es, a 2008-as Pannonia Fesztiválon voltunk Queen Bee-n, és a Magam Adamat játszották, és pontosan akkor szakadt ránk az eső, de így, hogy neki megadom magam, és akkor és ott álltunk, és ilyen nincs, ilyen nem létezik. És amikor ugye sokat dumáltam utána a srácok, és meséltem ezt a Liviusnak, és mondta, hogy bazd meg, vágom, tudom, nekünk is olyan volt. Nagyon szívesen hallgatom meg. Elég régen hallgattam különben, de hát az életem folyamán, hát hogyha azt mondom, hogy 100-szor meghallgattam, akkor szerintem keveset mondom. És most nagyon gondolkodtam, hogy felelős választás legyen ugye a kiválasztott lemez, és abszolút felelős választásnak érzem természetesen, de azért, hogy 5-ször meghallgattam, hogy biztos jó lesz. Most az elmúlt hét folyamán. És ugyanolyan hatással van rám, szerintem, mint akkor volt. Nyilván feleleveníti a kis tinikori emlékeket, meg... De azért más szemmel is látom azt, hogy mennyire élőek ezek a dolgok, meg mennyire tényleg az a sokrétűség bennük van, és hogy mi is akkor szoktunk elégedettek lenni egy dallal, amikor az sokféle embernek sokféle dolgot tud mondani, és nem olyan öncélúan van megírva, ami csak egy emberre vonatkozik. És még az jutott eszembe, hogy az is hozzátartozott a motivációmhoz, hogy Queen Bee lemezt válasszak, hogy meghallgattam a Holly lemezt, és az van rajta egy kis tévi fikázás, és azt érem, és én nagyon nagy híve vagyok a nyers és őszinte véleménynyilvánításnak, de hogy azt éreztem, mikor azt így hallottam, hogy nem hiszem, hogy ezt a lemezt végighallgatta volna, vagy akár csak a Don Quixote ébredését végighallgatta volna. És igen, a szolidaritást ébresztett bennem ez a dal. Annyira nem hasonlít egymáshoz az Esti Kornél világa és a Queen Bee világa, viszont a szellemiség mögöttel szerintem mindenképpen nagyon hasonló. És nagyon hasonló kémiát éreztem a tagok között a zenekarban, mint nálunk van. Amikor
amikor mindenki happy volt, meg elhülyéskedtek egymással, meg már a második próbán úgy fogadtak, mint hogyha mindig ismertük volna egymást, hogy ez az ilyen szeretetteljes légkör, meg ez a család érzés, meg hangulat, ez nálunk is és ugyanez. És mi is szeretünk kockázatot vállalni, meg állításokat megfogalmazni, meg nem megúszósak lenni, úgyhogy hogy ebben szerintem hasonlítunk, meg nyilván én sokkal letisztultabban fogalmazok mondjuk a szövegeimben, mint a Tibi, de az ő szövegeinek az igényessége, az például biztos, hogy inspirált engem is, meg példát mutatott.